hát alapvetően én is vidéki gyerek vagyok. Pár éve költöztem fel ide, és megpróbáltam ilyen kontaktok, kapcsolatokkal elindulni. Sikerült is egy kis stúdióba bekerülnöm, ahol megvalóan már elindult az élet, és akkor nincs megállás. Ez olyan, hogy megismersz valakit, akkor onnantól már szerintem mindenki ismer. Uh-huh. Ha bekerülsz egy olyan körbe, akkor valahogy szerintem így ismeretlenül is elfogadnak, és akkor nem lesz az, hogy nem érdekel senkit, hogy ki vagy és hogy honnan jöttél, csak hogy mit melózol. Igazából én soha nem festettem, csak úgy alakult, hogy az ismerősi körömnek a 99%-a ez volt, és hát ez mondjuk a vizualitás miatt kezdett el érdekelni. Aztán végül egy ilyen nagy mánia lett. És ilyen website-ot csináltam, kiadványokat, ilyesmit, de konkrétan soha nem festettem, mert elkezdek még festeni is emellett, akkor nem tudom melyik hobbimat válasszam, és akkor csak katyvasz lesz. Uh-huh. Szerintem mindenki csináljon egy-két dolgot, ami ezért, és akkor volna nem lesz gond. Mindenkitől megkérdezik 18 éves, hogy mi a franc akar lenni, és akkor nem tudod, mert miért tudnád. És akkor mindenkinek csak van egy ilyen gondolata, hogy én most biztos nem leszek közgazdász, vagy focista, és akkor elkezdődött valahogy. De hát nyilván sokat firkáltam a padra, meg még nem figyeltem oda órán, és akkor így ez mindenki valahogy már mások aggasztották rám ezt, hogy én majd biztos rajzolni fogok, és akkor bele kerülsz ebbe az egészbe. Uh-huh. Szóval nem képzett senki. Hát én ilyen online holmikban forgok egyébként, printes munkáimat annyira nem szeretem, meg valahogy nekem az idegen, a képernyőn vagyok otthon, és ezért én valamennyire ilyen tervező grafikai feladatnak látom mondjuk az online jelentkezési lapot, vagy az adóbevallást, ami konkrétan használhatatlan, szerintem senki nem képes erre, hogy ezeket a hivatalos ügyeit ugyan intézze neten, hogy ez gördülékeny legyen. És ez nem annyira konkrétan grafikai feladat szerintem, de ugyanúgy szorosan kapcsolódik a funkciója ehhez. Mert hogyha kell egy könyvelő ahhoz, hogy beixelgesse a rovátkákba a nevedet, vagy hogy bármilyen kérdés meg tudja adni a választ, már tök kellemetlen, hogyha nem tudod magadnak elintézni. És neten pedig ez szerintem tökre megoldható. Gyakorlatilag most már mindenki MySpace-en nőtt fel, és szerintem a mi generációnk már sokkal szívesebben csinálna ezt neten, mert tényleg sokkal egyszerűbben meg lehetne tenni, mint a sorba kelljen állni az apáknál egy pecsétre várni a nyugdíjasokra, tehát azért ez eléggé macerás, és úgy gondolom, hogy ezt tök jól meg lehet csinálni. Biztosan van rá külföldön már példa, jól működő példa. Nem néztem utána, csak tudom, hogy ez egy olyan dolog, amit senki nem tud kikerülni. Egyszer muszáj lesz elkezdeni, és ez zavarom. Uh-huh. Meg ugyanez a jelentkezési lapok leadása, ami mondjuk most már nem érint, de mégis mindenkinek egyszer ezt meg kell csinálni, és mindenki bajban van vele. Hogy most milyen kódot hova kell írni, ez egyszerűen nem kielégítő se az információ, se pedig az, hogyha ránézel egy ilyen jelentkezési lapra, hogy mit kell ide írni. De tudja, hogy meg lehetne ezt tényleg egyszerűsíteni. Tehát az, hogy én ezt elhiszem, hogy nagyon jó, hogy most 500 embernek van munkája, meg ez az 500 ember, hogyha valakit ismer, akkor még csorog is neki. Ez rohadt jó. De hogyha van egy ilyen online rendszer, akkor is ugyanúgy tud mindenki sikkasztani, tehát ez nem gond szerintem. Aki pénzhez akar jutni, az tud. Tehát hogy szerintem ne ez legyen a szűk keresztmetszet, hogy azért kell ezt a rendszert most meghagyni, mert valakinek az érdeke. Persze. Hát én alapból úgy nőttem fel, hogy ezeket így nagyon-nagyon tapintatosan kezeljük. Ez ilyen tabu. Azért, mert hogyha mutyizol, akkor így is úgy is megoldod valahogyan. Tök mindegy, hogy milyen a rendszer. Hogyha meg tényleg lenne egy ilyen barátságos, kedves apehünk, mondjuk más lenne a neve. Tehát, hogy könnyen lehetne használni, akkor szerintem nem félnének tőle az emberek. Nem lenne egy ilyen mumus az apek, csak azért, mert elveszi az emberek pénzét. Nyilván valamennyit kell adózni, csak hát nem mindegy, hogy milyen körülmények közt. Hogyha
hogyha ez egy a mindennapod része, hogy így oké, meg kell csinálni, mint amikor le kell menni boltba, akármennyire nincs kedved lemenni boltba. Ez szerintem csak ilyen beállítás kérdése. Nyilván nem lehetne reklámozni, meg nem kell reklámkampányt indítani az APEC népszerűsítésére, csak megkönnyíteni az életedet. Uh-huh. Tudom, most ez pittet, hogy ez nem feltétlenül ilyen szorosan tervező grafikai kérdés, de... Is. De valamennyire én úgy gondolom, hogy ez még pont beleférne ebbe. Mert egyébként más nem találtam. Szóval az, hogy most a BKV arculat, vagy a metró, vagy a nagy multiknak az emblémái, nem tudom, ez nem érzem sajátomnak, hogy ehhez hozzányúljak. Lehet, hogy azért már nem csináltam még ilyen mellett. De valahogy, oké, a CBA az kicsit zavaró. Kint van minden egyes sarkon, és az azért igazán ronda. De hát ez egy ilyen. Azt szerintem ezért kedves egyébként mindenkinek. Mert érzi, hogy ez egy ilyen prostó dolog, mint én. Lemegyek olcsón bevásárolni a cekkeremmel, és tök jó. Hogyha belegondolsz, mondjuk a plázák is rohadt jól néznek ki, és gyakorlatilag ugyanaz a prostóság meg, ha már ezt használjuk. Uh-huh. Szóval szerintem ez a fejedben dől el, nem pedig vizuálisan. Uh-huh. Szerintem az emberek 90%-ának ez nem tűnik fel, hogy ez miért ilyen, vagy hogy ez egyáltalán mitől lesz, hogyan készül el. Szerintem az ő fejükben ez nem fogalmazódik meg, hogyha valami ronda, akkor az olcsó. Uh-huh. Tehát tényleg ez tényleg azon múlik, hogy ő nekik máshogy kezdődött, azért elég precíz emberek. Tehát ott, hogyha valami nem szép, akkor ott az nem is érvényesülhet. Nálunk meg nem az van, nálunk meg az van, hogy ki kit ismer. Ez egyszerűen berögződés. Az, hogy nekünk a... Ragadjon a padló, és akkor aha, és akkor attól az olyan, mint otthon. De nem. Tehát mindenkinél ilyen pepita mintás járólap van a konyhában. Hogyha ugyanez van a húsos, a hentes pultnál, akkor otthon érzed magad. Sok olyan ember van, aki megbírja csinálni, csak nem jól. Ezzel meg nem lehet tenni semmit, mert mindenkinek a szíve joga, hogy mit csinál, és mivel keresi a kenyerét. Szóval nem tilthatjuk le azokat a lelkes embereket, akik évek óta már ebből élnek, és egyszerűen rossz, amit csinálnak. Mert ezt egyrészt nem tudod kontrollálni, másrészt meg nem mászhatsz bele az életébe. Nem mondhatod meg neki, hogy fatár, te elég gáz, amit csinálsz. És hogy hagyd abba, tehát ez nem létezik. És ő neki meg már a berögződéseit, az ügyfélkörét, azt már nem lehet megváltoztatni szerintem. És ameddig megmaradnak, addig meg ugye ugyanez lesz, hogy 70%-nyi átlagos vagy jól bevált munkák fognak kikerülni, és marad az a nagyon kevés, aki bevállalja a jót, és el is tudja adni tök véletlenül valamiért. Uh-huh. Hogy pont emiatt ugye a három verzió miatt, hogy általában úgyis van egy tuti, amit érzel, hogy meg fognak venni. Van egy, amit te szeretsz, és ez általában nem mindig esik egybe. És ez a baj, mert én is mindig úgy csinálom a melókat, hogy már az első találkozásnál látom, hogy neki jót tudok csinálni, olyat, amit én fogok szeretni, és ő is fogja szeretni, hogy egyszerűen csak maradjon meg a közönyös átlag, amit tudja, hogy el fog vinni, meg becsületesen végigcsinálom, és akkor nem fogom mutogatni senkinek, de legalább lesz pénzem. Hát ez is sajnos fontos. Egy időben, tehát mostanában sajnos nem, mert nincsen rá időm. De nagyon szeretnék egy-két olyan dolgot megcsinálni, ami így az én termékem, az én gyermekem, mert már hiányzik. De nem, hát most...
relatíve jó helyzetben vagyok, egy tök jó csapattal együtt dolgozni igazából. Ugyanolyan jó, mint hogyha azt mondhatod, hogy ezt csak én csináltam egyedül. Amikor valakivel közösen ezt meg tudod csinálni, és szerintem az még néha még jobb is egyébként. Nagyon sokkal jobb együtt dolgozni. Mert lehet, hogy nem veszel észre valami olyan apróságot, ami másnak kiszúrja a szemét, és akkor azzal nincsen gond, hogy sokkal kevesebbet hibázol egyszerűen. Mert hát nem véletlenül, hogyha nem értesz a szövegíráshoz, akkor hiába az egész, akkor nem tudod eladni, amit csinálsz. Vagy hogyha esetleg nincsenek olyan kontaktjaid, vagy hiányzik belőled az akármilyen videós ember. Szerintem mindenki csinálja azt, amit szeret és megbír csinálni, úgyhogy vállalható. Ő szerinte vállalható. Hát az meg folyamatosan megy. Ez folyamatosan megy, mert amint látsz valamit, egyből elkezd járni az agyat, hogy hú, ezt hogy csinálták, ki ez az ember, utána nézel. És így valahogyan eléggé sok szokott tapadni rám ezekből a benyomásokból. Nem is feltétlenül csak grafikai benyomások, hanem így az emberek szoktak érdekesebbek lenni, akik ezeket csinálják. Hogy amikor megnézed a személyes blogjukat, és hogy így mennyire egyszerű dolgokat csinálnak, és tényleg ők is annak örülnek, hogy a homokba dughatják a lábukat, akkor ez így ezért kicsit megnyugtat, hogy ők nem ilyen über észlények, akik ilyen megközelíthetetlenek, és egyszerűen valamiért folyik ki a csodás meló a kezük közül, hanem néha ők is jó paszban vannak, és akkor tök jó melókat csinálnak. És akkor ez így megnyugtat, hogy lehet, hogy most éppen a utóbbi fél évben nem jött össze, de lehet, hogy mit tudom én, egy nyaralás után meg visszajövök, és akkor olyan dolgot csinálok, amitől még én is leesek a székről. Mert valamiért külföldről mindig az jut az ember eszébe, hogy én úgyse tudok ilyet csinálni, ez a nagyobb feladata. De aztán utána egy kicsit így átgondolod, akkor rájössz, hogy miért is ne lehetne ilyet csinálni. Valamiért ezt tanítják, mindenhonnan ezt hallod, hogy van az XY, aki híres és gazdag, meg vagy te. És ezzel nehéz versenyezni, amikor látsz egy sikertörténetet, hogy a te kis szaros hétköznapjaid ehhez képest mennyire silányok. Ugyanolyan srácok persze meg, amikor véletlenül megnyomod a bióját egy 90-ben született embernek, és így megállsz egy pillanatra, hogy Jézusom, tehát ő még osztálykirándulásra jár, és így olyan cuccokat csinál, tudom én, Csehországban, hogy mindenki csak néz. Tehát, hogy ez tök jó. És ez engem beszokott indítani. Akkor nem szabad leállni, és akkor majd csak lesz valami. Igen, sokan ezért utaznak el, mert azt hiszik, hogyha itthon egy... Tehát, hogyha itthon bénák, és nem csinálnak semmit, és lusták egyszerűen, vagy egész nap smókolnak, akkor így azt hiszik, hogy attól megváltozik az élet. És tök jó lesz minden, hogyha eljátsszák az Amerikából jöttemet valahol. Mert hogyha egyszerűen lusta vagy, akkor úgyse tök mindegy, hol vagy lusta, úgyse fogod megcsinálni, mert pont elég lesz a májkrémes zsamlej, és akkor kész. Ha ezzel megelégedsz, akkor ez van. Ha nem hinném, hogy New Yorkban, akkor a sztár lesz belőled. Jó, nyilván megtörténhet, de én ebben nem bízom. Meg hát, hogyha mindenki lelép, akkor kimarad itthon, tehát itt is marad meló, ugyanúgy meg kell csinálni. Szerintem azért fontos, mert máshogy gondolkodnak, nem jut eszük be azt, hogy ezt másképp kéne csinálni. Nem jut eszük be azt, hogy ezt meg lehetne úszni valamilyen alibi megoldással, ami általában itthon van. És így hogy ha meghallgatsz egy külföldet, akkor így tényleg annyira fura az egész, ahogyan gondolkodnak, meg amit letesznek az asztalra, és arról gondolnak. Az az érdekes, hogy így egyre inkább mindenki nyit a vadabb ötletek iránt. Szerintem azért, mert mindenki betokosodott a saját vizuális világába, mindenki kicsit komolyan vette a saját arculatát, és hát ott egy csomó olyan termék van, ami egy teljesen más arculattal készült, teljesen másnak álcázza magát, mint ami.
hogy ne tud arról, hogy ez egy nagy multinak a terméke, azért, hogy szimpatikusabb legyen egyszerűen, mert mindenki már színekből, formákból tudja, hogy ez egy bank, vagy egy bármi olyan hirdetés, és már nem figyelsz oda, már meguntad, már eleged van belőle. És ezt tökre bírom, hogy bevállalnak olyan dolgokat, amikhez egyébként közük se lenne. Jó, lehet csak a célközönség miatt, mert most ez a divat, vagy ez a trend, de ez jó, hogy bevállalják. Hát igazából nincsen példaképem. Szóval nekem valahogy tényleg azok az emberek, akiknek tetszik a melója, az abban a pillanatban példaképem lesz, de nem olyan tekintetben, hogy most plakátot fogok a portréjáról ragasztani a szobámban, meg, vagy hogy fél év múlva emlékezni fogok akár a nevére is. Csak hanem amennyit bírok, annyit magamba szívok az ő gondolkodásából, meg akár azokból a vizuális trúvájukból, amiket használ. Mert szerintem azért azt mindenki bevallhatja, hogy most, mit tudom én, a tavalyi James White őrület után mindenki elkezdett olyan vizuálokat csinálni, mint amilyet ő, mert sikerült neki berobbannia, és akkor ez egy ilyen korszak volt. Szóval nem tudnék megnevezni egyetlen egy festőt se, vagy grafikust, vagy inkább valahogy a haverjaim inspirálnak. Az, hogyha ők lefikáznak valamit, vagy hogyha nekik tetszik valami, akkor az érték, különösen, hogyha szakmabeli, mert pedig mindenki szakmabeli. Tehát, hogyha egymást melóit látjuk, akkor általában arról mindenkinek van véleménye, és az szerintem csak előre lendít, hogyha megtudhatod mástól, hogy mit csinált volna másképpen. Mi is leülünk a vodatenderről beszélni fél óra múlva, akkor kiderül, hogy mind a ketten bírjuk azt, amit a másik csinál, szeretjük, jól néz ki, csak hát én itt nyúltam volna bele vagy ott. És ez azért előre lendít, mert akkor megjegyzed, hogy múltkor beszóltak, hogy ne használjam ezt vagy azt, és akkor nem használom azon túl.